Terézváros gazdag program kínálatáról fogunk most beszélgetni Molnós Anettal, aki az 5-ös 10 kulturális szintérnek a PR felelőse. Szeretettel köszöntelek, Anett. Hát azt gondolom, hogy ez a tavaszi időszak nagyon sok mindenre ad egy vagy ad lehetőséget a programok kialakítása kapcsán, hiszen egy picit jobban mozdulnak az emberek, talán a változó időjárás vagy a jobb idő azért kimozdítja őket, így igaz? Lehet ebben is igazság, igen, de azért nem panaszkodhatunk, tehát hozzánk jöttek a téli és az egyéb időszakokban is, úgyhogy nem, annál nem kiemelkedőbb most a látogatottságunk, de hát itt a nyári szabadságolások előtt azért természetesen még mindig várjuk az érdeklődőket. Gondolom, hogy rengeteg program van, és mindent meg lehet tekinteni a honlapon is. Ettől függetlenül egy-két programra szeretnénk fölhívni a figyelmét a kedves nézőknek. Én azt gondolom, hogy pont a végével kezdjük, ami lehet, hogy elég furcsán hangzik. A lap végén nekem fontos. Az van odatérve, hogy nyári napközis tábor. Nem elég korán kell rá elkezdeni készülni és fölhívni a figyelmet, hiszen már most, amikor a nyári programok megrendezésétől vagy megtervezéséről beszélgetnek a családok, akkor kell tudni, hogy a gyermeket hova, miként és hogyan tudjuk elhelyezni. Na, igen. Hogyan fog idén a napközis tábor kinézni Terézvárosban? Nem lesz igazából túl sok változás az előző évekhez képest, úgyhogy szerintem az iskolás gyerekek szülei azért nagyjában már tisztában vannak a lehetőségekkel, illetve a programokkal, de az adott helyszíneken, tehát az iskolákban, mert mindenhol bővebb információval is szolgálnak nekik a pedagógusok. Az a lényeg, hogy június 16-ától egészen augusztus végéig lehetőség van egy hetes turnusokba elhelyezni a gyerekeket, nagyon minimális költségtérítéssel, és rengeteg színes programmal. Ezeknek egy része az kültéri, tehát kirándulás, múzeumlátogatás, kiállításnézés, rengeteg sportolási lehetőség, úszása a Bajzában, az 5-ös 10-ben lesz, mint minden évben most is, filmvetítés, kézműveskedés, úgyhogy szerintem minden gyermek megtalálja az érdeklődési körének megfelelő elfoglaltságot majd. Ami érdekes számomra, és még hogyha maradunk itt ennél a napközis tábornál egy pillanatra, az az, hogy általában ugye a kerületek egy-egy iskolához kötik a napközis tábort. Hogyan kapcsolódott be az 5-ös 10, mint kulturális intézmény a napközis tábor életében? Ez igazából az ZRT, tehát az 5-ös 10-et üzemeltető Terézvárosi Kulturális ZRT az, aki szervezi a háttérben ennek a napközis tábornak a lebonyolítását, vagy adminisztratív részét. Az önkormányzattól kaptuk meg természetesen ezt a feladatkört, és hát akkor így, ha már a miénk is ez a szintér, vagy mi üzemeltetjük szintén, akkor így összevontuk a hasznosat, a jó. Ennek vagy. Egyébként az előző évben voltak már hagyományai, igen, vagy ez az első év? Nem, korábban a pedagógusok, nem tudom, emlékszel rá, hogy hogyan fogadták azt, hogy tulajdonképpen innentől kezdve nem 100%-osan ők rendezik. Én ugye napközis táboroztam, és tudom, hogy hogyan készítettük elő a napközis táborokat egy-egy kerület életében. Tehát ezért tudom, hogy a pedagógusoknak megvan a maguk rendszere. Hogyan sikerült egyeztetni a programokat? Hát erről a kolléganőmet kellene megkérdezni, mert én nem voltam még itt, amikor ez a váltás megtörtént, úgyhogy erről de ezek szerint tökéletesen is jól üzemelnek. Természetesen, hát örülnek, mivel ez egy újabb lehetőség, csak színesíti a programokat. És gondolom, hogy kicsit gazdagabb anyagi forrással is rendelkezik így a napközis tábor, mint hogyha csak egy iskola keretein belül. Természetesen elég magas költségtérítést kapnak a különböző programokra, úgyhogy itt tényleg a mindenféle kalandparkokig bezárólag nagyon sok helyre el tudnak látogatni a gyermekek. Azt gondolom, hogy azok is, akik ezt egyébként magánúton nem, vagy nem feltétlenül engedhetnék meg maguknak. Úgyhogy. Hát az biztos, hogy a belépők elég drágák, tehát érdemes pláne a programok miatt egy-egy hetet, akár van olyan szülő, aki az egész nyarat a napközis táborra, vagy a gyermekét a napközis táborra bízza, de egyébként ez viszont jó is, mert egy-két hét után a gyerekek unatkoznak otthon, és hát nem kapják meg azt a lehetőséget, még hogyha netán a nagymamával vagy rokonnal vannak, akkor sem. No, nézzük meg a többi kulturális programot.
Fősorolok egy párat gyorsan, amelyik állandó program, és amiről sokszor szoktunk beszélgetni. Itt van például a Nosztalgia Táncklub, vagy pedig az Origami Klub, vagy a Táncház. Ezek ugye folyamatosan minden hónapban ismétlődnek. Van ezekben valami újdonság? Hát esetleg a helytörténetben, illetve a helytörténeti kerületi sétában, mert ugye ott minden egyes adott programnak más a témája, a tematikája, úgyhogy abban biztos, hogy újat is kapnak a résztvevők. A többiben a Tázló Táncház és a Nosztalgia Táncklub, ott a hagyományos minőséget nyújtjuk továbbiakban is, úgyhogy szerintem aki már megszerette a korábbiakban, hiszen ezek már évek óta futóprogramok, azok a szokásos jó kedvel térhetnek majd haza a programról. Említetted a helytörténeti klubot és a terézvárosi sétákat a keresztül Kasul Terézvárosra, amihez tényleg érdemes kapcsolódni. Itt látom, hogy június 13-án szombaton 10 órakor a Ripoll Róna József utca lesz az egyik ilyen sétának a színtere, és a Benczúr utcánál van a találkozási pont, és június 20-án szombaton pedig a Podmanicki Díjasok Országos Találkozója lesz Podmanicki Frigyes születésnapján, és ezek részvételi díj nélkül látogathatóak ezek a programok, tehát ez is egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Van itt egy nagyon érdekes előadás, ez egy előadás sorozatnak a része, ez az előadás Sok címet viseli, férfiak és nők. Mi lesz a következő így állomás? Így van, ez a befejező része a sorozatnak. Bácskai Júlia, aki egyébként is nálunk tartja már szintén évek óta a saját sorozatát, a Pszichoszínházat. Ő fog ez alkalommal 19-én, május 19-én az együttélősdi, vagy hát az együttélésnek a különböző aspektusait bemutatni, ahol természetesen majd lehet kérdezni is tőle. Úgyhogy ez a sorozat nagyon népszerű egyébként, tehát itt Pál Feri atyától kezdve elég sok olyan előadónk volt szerencsére, aki rengeteg embert vonzott be a házba, akár olyanokat is, akik eddig nem is ismertek minket. A cím egyébként elképesztő, tehát most, ahogy itt beszélgettünk róla, hogy elgondolkodtam, ugye az együttélés és az együttélősdi, tehát ezen úgy el lehet gondolkodni. Igen. Gondolom, hogy eléggé mélységeiben be lehet menni ezekbe a témákba, mélységeiben. Mennyire lehet, vagy mennyire nyitottak kérdezés szempontjából, mennyire bátrak a résztvevők, mert azért hát ez az élősdi, ez itt hirtelen a fantáziámat. Igen. Azt gondolom, hogy úgy két felé lehet osztani az embereket ilyen szempontból, tehát nyilván valaki nem szereti megmutatni magát egy ilyen helyzetben, főleg, hogyha igen, negatív élményei vannak a témával kapcsolatban. Más rész viszont az a tapasztalatunk, hogy sok ember meg ott szabadul fel, és jön rá olyan dolgokra az előadó rávezetésére, tehát ilyen felismerésekre, ami aztán arra sarkalja, hogy igenis ő is aktívan részt vegyen. Hát ez főleg ugye a második felében, vagy az előadás végén szokott megtörténni, és akkor én interaktívvá is válik a program. Ugye ez egy sorozatnak a befejező része, ezt gondolom, hogy a következő évben majd valamilyen úton, módon folytatódni fog. Mi a jellemző korosztály ennél a sorozatnál? Vagy lehet korosztályra, vagy nemre valamilyen statisztikát nemre mindenképpen, tehát sokkal nagyobb arányban képviseltetik a hölgyek magukat. A korosztály az már jobban megoszlik, de azért inkább ilyen 40 évtől, 40 év fölött kevés az annál fiatalabb, csak egy-két elvétett esetben, de azt gondolom, hogy ez jó, hogy így van. Egyébként az együttélés nem is annyira könnyű senki számára, ugye, és nagyon, épp most olvastam egy novellát, ami arról szólt, hogy tulajdonképpen milyen hamar feladják a fiatalok, vagy a kezdőházasok egy-egy nagyobbnak látszó nehézség kapcsán, és ugye régebben
mennyivel nagyobb volt a tűrőképessége, a tolerancia a házastársaknak egymás iránt, tehát igenis meg kell találni azt az utat, hogy együtt maradjanak, hiszen nem véletlenül választották egymást, társul, akár összeházasodtak, akár élettársi kapcsolatba mentek bele, tehát valószínűleg azért vannak jó receptek, meg igen, vannak hát példák. Valószínűleg sok ember kaphat innen a megoldásra előremutató javaslatot, illetve igen, abban megerősítést, hogy a megoldást keressen el, ne rögtön a feladás felé menjen el a dolog. Azért színházi előadások is lesznek, méghozzá a Nővérke címmel. Igen. Így van, ez egy olasz nyelvű, egy olasz társaságnak az előadása, magyar felirattal, úgyhogy bátran jöjjön az is, aki esetleg nem beszél ezt a szép nyelvet, de elég nagy számban úgy tűnik, hogy a nagykövetségről is, illetve az olasz intézettől is sok jegyet eladtunk már nekik is. Úgyhogy ilyen még nem volt nálunk, hogyha így visszaemlékszem. Úgyhogy ez két este is látható, május 22-én és 23-án, péntek és szombati napon. Mindig, amikor nemzetközi színházi találkozó van, akkor azon gondolkodom, hogy vajon hogyan értik meg. Hát most tulajdonképpen ez azért is lesz érdekes a magyar nézőknek, ugye, mert mindig halljuk, hogy a Kolozsvári Színházba játszottak, Japánba elmentek egy-egy előadásra, tehát most meg lehet tekinteni, hogy hogyan is néz ki, amikor egy magyar színház kimegy külföldre, vagy amikor egy külföldi színházi társulat Magyarországra látogat, hogy hogyan érthetjük még meg ezt, ez azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó példa lesz. Egyébként miről szól a vígjáték? Ez a kapuzárás előtti pillanatokról, tehát némiképp az előadásokhoz is. Kapcsolódik. Így van, ez egy ilyen kör lesz most. De szerintem akár a nyelvtanulók is, tehát az egy nagyon, sokkal könnyebben lehet így szerintem a nyelvet tanulni, hogy az ember akár észrevétlenül magára szed olyan kifejezéseket, szavakat, amit látja, hogy melyik szituációban használják. Természetesen lesz ebben az időszakban is kiállítás? Igen, már van is a Turcsányi Antal festőművész kiállítása az első emeleti galériánkban, ez egészen június végéig látogatható, illetve az aulában Rófusz Kinga mesei illusztrációit lehet megtekinteni, mind a kettő ingyenes természetesen, úgyhogy aki csak akár más célból is betéved hozzánk, ajánlom, hogy azért tegyen egy kört mind a kettőben. Nagyon sok mindent említettünk, az e-heti programokról nem beszéltünk még. Nézzük meg, mi lesz a közeljövőben. Szombaton az ENSZ Családok Világnapja alkalmából lesz egy gyermekelőadásunk, Nyughatatlan Micó névvel, gyakorlatilag ehhez kapcsolódik a Rófusz Kinga kiállítás is, hiszen ez egy mesekönyv alapján készült előadás, és a mesekönyv az illusztrációkat Rófusz Kinga készítette. Úgyhogy erre is várjuk, hát főleg a családokat természetesen, ráadásul erre félretettük a jegyeknek a felét, amit a kerületi nagycsaládosok részére ingyen kínálunk, úgyhogy aki eddig még nem ért ezzel a lehetőséggel és ráér szombaton, az keressen meg minket, és a recepciónkon segítenek a kollégáim. Van-e még valami? Igen, szerdán lesz szintén az előadások című sorozatunkban, de ez a másik sorozat, Kubasek Jánosnak, a geográfusnak az előadása, és Magyar Világutazók Nyomában címmel, és ezen az alkalmon a női utazókról fog beszélni, ami azt gondolom, hogy egy kicsit méltánytalanul elhanyagolt téma a többi utazóhoz képest, pedig talán nem feltétlenül alkottak kevesebbet, mint a férfiak ezen a téren. De hát, hogy mit alkottak, azt megtudhatják természetesen, hogyha elmennek az előadásra. Köszönöm szépen, nézőinket arra invitáljuk, hogy látogassanak az 5-ös 10-ben minél gyakrabban, minél több előadásra. Természetesen a honlapon megtalálhatóak pontosan, hogy mikor mi kerül a nézők elé, illetve a látogatók elé ilyenek a lehetőséggel. Köszönöm szépen. Köszönöm.